A Györfi István katolikus általános iskolában fontos a tehetséggondozás. Vas György, angol szakos pedagógussal beszélgettünk arról, hogy a jelen helyzetben hogyan tud segíteni diákjainak. Az előző tanévben a karantén alatt a versenyző időszak megszakadt. Az online megnehezítette a nyelvoktatást, a versenyek jó része is elmaradt. Ennek ellenére tavaly tíz gyerekes sikerült nyelvvizsgára felkészíteni, ami hatalmas eredmény, hiszen jó részt otthon készültek a diákok. A versenyek jó része is elmaradt az évfolyamán. Ennek ellenére azért a tavalyi évfolyamon sikerült tíz gyereket is nyelvvizsgára felkészíteni. Úgy gondolom, hogy ez hatalmas eredmény. Annak ellenére is, hogy részben otthon készültek, bár egész évben folyt az oktatás, és mindent megtettünk, hogy a gyerekek minél sikeresebbek legyenek. É, tehát nagyban megnehezíti a dolgunkat, de azért tesszük a dolgunkat. Nem mindegy, hogy élőben kell angolul válaszolni, vagy otthon a négy fal között. A motiváció is jobban elvész. Mondja a tanár úr, aki igyekezett motiválni a gyermekeit is az online oktatás során. Az otthoni felkészülés is azért egy idő után már nem olyan lelkes a gyerekek részéről, tehát mindenképpen az a cél, hogy minél többet, érint, minél többet legyünk együtt és az órákon e, tudjuk hasznosítani az angolt, és, és tudjunk gyakorolni. A szaktanár órai segítséget is kapott az iskola vezetésétől a tehetséggondozásra, de a szülőkre is számíthatott. Véleménye szerint nagy dolog, hogy tíz diákja 8. végén középfokú nyelvvizsgát tett, ez a többieket is motiválja. Iskolánkban e, kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, az igazgatónő ebben maximálisan e, e, mellettem van, és euh, például a nyelvvizsga felkészítésre órát kap, egy külön órát kaptam, és szeptembertől folyt a felkészülés. Igazából 99%-ban készen voltunk mi, március 15-ére, amikor bezárt az iskola. Ezért is tudtuk megoldani azt végül is, hogy el tudtak menni a gyerekek. Természetesen a szülők segítsége is kell ehhez, és még sok minden más apróságok, ami nem is annyira apróság hiszen úgy gondolom, hogy nagy dolog az, hogyha egy nyolcadikos gyerek úgy tud elballagni az iskolából, hogy középfokú nyelvvizsgálja van, tehát azért sok mindennek össze kell itt jönnie, hogy, hogy sikerre vigyük a, a dolgot. Most a hagyományos oktatás keretei között könnyebb a tehetséggondozás angolból is. Én is azt láttam a gyerekeken, hogy már szerettek volna nagyon jön iskolába jönni, szerettek volna találkozni egymással, és az órákon is úgy, le, úgy vettem észre, hogy sokkal komolyabban veszik a nyelvek, nyelvi órákat és egyáltalán a tanulást. Mert megtanulták azt, hogy van értéke az iskolában tanulásnak. A diákoknak megvan a motivációja megtanulták, hogy van értéke az iskolában tanulásnak. A szülői motiváció is fontos. A szülői háttér nagyon fontos. A támogató háttér nagyon fontos, hogyha a szülő elhanyagolja a gyermekét, nem foglalkozik vele vagy esetleg azt látja, azt a példát látja a szülő, a gyerek, hogy, hogy a szülőt nem érdekli az iskola, sőt, ellene beszél az iskolának, akkor nyilván ez látszani fog a gyereknek a magatartásában, és a magatartásán keresztül a teljesítményére is kihat az egész. Az angol órákon sok játékos feladattal méríti el a diákok nyelvtudását a pedagógus. Általában a játékos oldalát igyekszem bemutatni a, a, és alkalmazni a játékos formákat, a módszereket az órákon, valamint autentikus anyagokat igyekszem minél többet behozni, igyekszem minél többet beszéltetni a gyerekeket, és természetesen angol nyelven folyik az óra, 90 ban